Hallott fönt? Hallottam. Az ajtó néha így elkezd kattogni. Ez sajnos a helynek a rendszerhibának a egyik problémája. Úgy. A gyerek közelebb nyugodtan, mert hogy a mikrofonon kellett ez én így. Hát így fia jobb is majd játszani, és D10-et kikészítem. Úgy is kell. Ó, aztán nagyon buzi lehet kivenni. Jaj, a kezem már mind belúgni a kamerába. De mondjuk ez maradhat ilyen dobót állnak, ez nem hülyeség. Így. Hát azt fogadhatnám. Jaj. Itt a Cyberpunk dobókockák. Ez itt tökéletesen benne van. Na, akkor most nem spilázom annyira túl, mint a múltkor. Nem folyok bele annyira a részletekbe, viszont akkor úgy van a dolog lényege, hogy tehát előző kör, hát körbe, előző játékba ezt a lányt megmentetted, és Rolikának a fogadójába a szobát közösen, hát nem közösen meghívott téged, mert igazából tehát elég kevés pénzzel. Tehát ahhoz képest, hogy milyen veszedelmes volt a Ghoulnak a kriptája, amiből a nyakéket megszereztétek a tünde földesúrnak, elég necces volt. Tehát így próbál, ő a kék szonya. Egyébként ez a neve, a kék szonya. Ez volt a Vörös Szonya című film, hanem ő a kék. A kék verzió. És az a lényeg, hogy 2-3 napra kibérelte a szobát, majd mondja neked, hogy szeretne ismét egy ilyen felfedező útra menni. Kapott is egy felhívást egy barátjától, ő délre érkezik, meghívta, Deriknek hívják, Derik Mayhem, egy nagyon nemes tündevarázsló. Ott van még a kávédban, vagy megittad teljesen? És így sörözgetni jobb lenne, csak itt nem lehet, hogyha marad a kávézgatás. Kortyolok a kaféból, már elveszi a fókuszt, bazd meg, tehát ráugrik a kávéra a fókusz, nem a figurákon marad. Na, és az a lényeg, hogy délre érkezik a barátunk, meg is jött, pillanat, tehát mondjuk ti itt vagytok, és itt a szobának mondjuk, jó, ez most egy dungeon darabkát használok, tehát kb. Négyzetméterre is így az egész terem, ez egész szobácska ekkora lehet. Jó, nincsen tűz a kezébe, de így fog-e imitálni így a... Gyakorlatilag ő a mágusunk, Dungeons & Dragons-os figura. Belép az ajtón, üdvözöl a téged, bemutatkozik, Derik Mayhemnek hívják. És az egész zajos pataknak a fő mágusa gyakorlatilag. Hallotta az előző akciótokról, és nagyon örül, hogy megmentetted a lánykát, sokkal tartozik neked a falu emiatt, és viszont egy megbízható kalandorra lenne szükségünk. Személyesen nem tudna részt venni sajnos a kalandba, ő csak a missziót adja, de viszont ketten Szonyával bizonyára jó eredményeket érnétek el. Mesél egy régi törp. Ki akartam mondani, nem labirintus ez, hanem nem is kripta, hanem 60-ban is olyan kazamata, egy törp kazamatáról. Régen itt éltek törpök, még az 500 évvel ezelőtti bolygó megjelenése, tehát az Argus Terrának a megjelenése előtt léteztek itt törpök. Tudod, az az óriás bolygó, ami minden hónapban egyszer megjelenik az égen. Hát a tünde varázslók ezt így a szféráknak az egybeolvadásával magyarázzák, de annyira nem mélyedté vele, csak az a lényeg, hogy ez a jelenség már 500 éve folyamatosan van ebben a világban. Na mindegy, és az a lényeg, hogy akkor ürült ki ez a kis, egy ilyen kis föld alatti törpe birodalom, egy ilyen kis törpe város szerűség lehetett ez. Most meg már teljesen összedőlt, most már ilyen szűkebb kazamatákká
silányodott le az egész, és igazság szerint nem is kincsvadászat lenne a fő cél, hanem elpusztítani egy nagyon öreg lényt. Egy nagyon öreg lényt, aminek már nem is lenne szabad élnie, de elméletileg ez már nem is él, hanem élő halott. Nem tudják az lénynek a nevét, de néha előmászik ezekből a törp kazamatákból, és embereket és tündéket ejt foglyul. Majd természetesen megeszi őket, valószínűleg, tehát tündéket és embereket rabol, tehát veszélyt jelent így a falura. Én próbál csapdát állítani neki, de az le kellene mennie a kazamatákba. Igazából nem az, hogy gyáva, de ő ezt szeretné megbízható kalandozókra bízni. Nagyon jó fizetség járna érte, kb. 50 arany. Plusz még, amit a kazamatákba találtok, az mind a tietek lehet. Jelzem, a törpék azért elég jó, el voltak látva kincsel, és jó minőségű fegyverék is voltak. Mi a véleményed, belemennie? Érdekelne a dolog? Álljunk bele. Jobb, mint így. Nem csinálni semmi. Hát hangosabban mondtad, hogy messze vagy a kamerától. Oké. Na, az a lényeg, hogy összekészülődtök. Most lesz egy ilyen kis kalandnapunk. Összeírom, mert kaptok azért a cuccot is. Tehát kaptok mondjuk 5 darab health poti, ez az életpoti, élet ital. Tehát, hogyha lemegy tehát mondjuk nagyon megsebeznek, ez feltölti, de ebből 5-öt tudunk használni. Tehát valahogy elosszátok majd egymás között. 5 életitalt, megáldja a fegyvereteket, tehát a fegyveráldás. Nem is áldás, inkább mint a Warcraft volt az enchantolás, tehát ilyen rúnákat rajzol a fegyveredre, a nyiladra, a nyilvesszőkre, és az a lényeg, hogy a legnagyobb sebzés fogja, tehát kritikus sebzés fog okozni a fegyver. Fegyver enchant. Hogy jöttünk? Hát igen, el rosszul zára, ezért. Fegyver enchant. Kritikus sebzés. Igen, fönt az egyik irodának a ajtaja eléggé megvadul így éjszakánként, tehát kísértetek be, az meg amúgy nem. Nem, hogy fúj az éveztet. Nem, nincs szél, tehát nincs húzat benn, csak az a helyzet, hogy szarok ezek, amit felszereltek, és így félrenyit. Tehát van ebben egy ilyen mágneszár, és az a lényeg, hogy elcsúszik. És így lezárná az ajtót, de mivel ezek már 100 éves ajtók, oda fönt van az, igen, és elcsúszik, és nyitná, és megint, és zár, és folyamatosan elcsúszik, és ezt csinálja. Egészen addig, míg a mechanika tönkre nem baszódik. Tehát pofáztuk nekik, hogy csinálják meg, de mint a falnak beszélni. Meg nincs értem, most mondom, hogy ez éves. Faszom ajtó, én fel is szeretem volna. Jó, ez olyan az épület is, hogy hát sem baszhatja ki a izét, hát szép antik ajtó, érted? Tehát ez nem tehet oda egy műanyagszal. Nem, mert jobb minőségű zárat kellett volna belerakni. Ez már mondjuk van az ő hibájuk. Így is van, igen, hogy egy folyamban. Vagy pedig beépíthető, nem pedig rászerelhető. Igen, pontosan, mert zár van szerelve. Rá van szerelve. Mondom, úgy van, ugye, hogy egyik rajta van a tokozaton, vagy a falon. Igen, a másik az ajtó. A másik pedig rá van a ajtónak oldalára, vagy a tetejére. Igen, oldalára. Ja. Na nézzük bele tovább. Kellett volna építeni. Melyik adott van a semeddig? Hát, nem akarták megfaragni az ajtót, érted? Simán kicsit belemarok, amit az ajtó lesz volna legyárt. Hát igen, az már megy. Ez a baj, hogy nem. Igen. Na nézzen, tehát életital, manaital, tehát enchantot kaptatok. Igen, és az a lényeg, hogy más, most egyelőre nincs, most ez is elég tápos, tehát ez így jó lesz szilogatni majd itt a cuccokat ezen. Na,
kezdjünk is bele közben. Derik, megköszöni, hogy elvállaltátok is, ő el is hagyja így gyakorlatilag a pályát. Nem sokkal később, tehát ahogy mondjuk kiléptek az ajtón, Derik, tehát a fogadó előtt, tehát most éppen este van, nem nagyon van senki. Ja, kaptok, igen, egy varázslatot kaptok még, bocsánat, ezt majd Szonya fogja használni. Ez a tűzgolyó varázslat, tehát látásra. Látásra, bazd meg. Ez egy fáklya varázslat. Fáklyava, tud, rendesen lássatok sötétbe. Hát az a szar nem fog rá, bazd meg. Varázs. Tehát ez egy kis tűzgolyó, ami megjelenik így az éve. Ezt majd mindig Everit akarok mondani, ezt majd Szonya majd szépen rendezi. Oké, na, akkor itt picikét állítom a dungeont. Tehát van egy nekünk, tehát miközben igen, kiértett sötét van, éjszaka van. Mondjuk ilyen 11 fele. Ja nem, hülyeséget mondtam, délre jött. Tehát akkor délután egy van, tehát na, nem figyelek már oda, bazd meg. Látszik, hogy késő este van. Ez tényleg Midnight Dungeon, bazd meg, szó szerint. De tényleg szó szerint Midnight Dungeon, mert nem sok éjfél megint. De múltkor is így játszottunk amúgy, de hát ahogy játszunk, ahogy idő van. Igen, igen. Na, először is, itt már látható a kezdőhely. Tehát Derik megteszi nektek azt a szívességet, hogy oda teleportált titeket. Ha végeztek, akkor elméletileg Szonya kapott egy másik varázslatot, amivel Derikhez teleportálhatta. Tehát nem kell itt lovagolni, meg kutyagolni, meg cipelni a cuccot. Tehát így szépen így elő van készítve így a... Ezt közben így hátrább üzélgetem. A telefont leteszed oda az éhez, úgy, hogy ne legyen. Az vigyázz, egy picit feszül az éjének, alá megy ott a elosztónak, köszi. Nos, tehát kezdésnek, hát gondolom te vagy így a izét, tehát húzd fel az íjat, tippezz, azt mindig elfelejtetted. Tehát start mezőnek, tehát itt van a lány, itt vagy te, a kis tűz, tehát a lány elmondja ezt a tűzgolyós varázslatot, és ez egy ilyen kis erős, sárga fényű kis tűzlabda megjelenik, és így iszonyatosan, tehát kb. Amennyit láttok kamerán, ez most egy ilyen kis izometrikus nézetbe állítom. Már nem tudom, mert nem fog majd persze kiférni, mert itt már nincs asztal, ahova mennie kéne. Tehát akkor egy picit így fordítom. Bocsánat, hogy így közben basztatom. Egy kis izometrikus nézetbe állítom, mint a régi Commodore-os játékoknál. Nos, tehát kb. Ennyit is láttok a dungeonből, a többi teljesen sötétbe borul. Egész nagy tér fogad titeket, picikét, mintha nagyobb lenne, mint az a kis kripta volt, ez valószínűleg komplexebb is lesz. Mit szeretnél tenni? Tehát még egy kis a körönkénti, tehát mozgás, azt el kell mondanom, ez fontos, mert az előző játékot nem tettem fel internetre. Tehát egy körben egy rublikát tudsz mozogni, vagy hogyha futsz, akkor két rublikát. Tehát az a lényeg, tehát igen, tehát körönként ezt így számoltuk ki, tehát a rublikának van értelme. A figurák azért teljesen mások, ezt is el kell mondani, mert ez egy Mage Knight figura, az egy régi 2000-es évek elejei, nagyon gagyi és nagyon szar, nem is szépek a figurák egyébként annyira. Ez pedig Dungeons and Dragons, ezt én festettem tegnap előtt. Na, egyébként ez sem van jó minőségű, de mondjuk jobb minőségű, mint a Mage Knight. Ez az ilyen nagy buci talpú, mert ebben vannak a skillek, nem mindegy, nem ezzel baszom az időt. Az a lényeg, hogy kb. Itt előre néz, Szonya majd mindig a hátadat fogja fedezni, hogy azért nehogy meglepjenek minket, ő előhúzza a két kardját. Ő mondja is, hogy ő nem használ a lőfegyvert, ő közelharcot, tehát még az a jó, hogy te vagy így a lőfegyveres. És ha probléma van, akkor esetleg át tudsz váltani kardra. Az jó, tehát valószínűleg te ijaszgatni fogsz, Szonya meg majd aprítja elméletileg az ellenséget. Mit szeretnél tenni? Így is van. Hát figyelj, fölhúztam a ipuskát. Így van. És hát behatolunk akkor a
Beljebb. Rendben, hát mondjuk egy két kört haladtatok előre. Egyenesen megyünk be. Így van, tehát mondjuk az objektumban. Szonya közben ide lép, te itt vagy, és nem sokkal később itt egy, van egy ilyen kis csonthalom, ezt lehet látni. Egyébként teljesen natúr, tehát saját világ, saját szabályrendszer, szerepjátékos, de ilyen kis lépegetős board game. Nek a fel, tehát egy, na, társas játékot használtam fel ehhez. Előugrik egy csontváz. Egy csontváz harcos. Még ismerős. Hát igen, tehát még, na, majd mesénként mindig várjuk, most is hoztam már, ami, mondjuk ez a lény, amit hoztam, ez előzőben nem volt. Hát a sártán nem. Nos, az a lényeg, hogy előugrott ez a csontváz, mit szeretnél tenni? Tehát kezdeményezés kell ugyebár. De igazából nem kell, mert te lőfegyverrel vagy, és te elinfut, tehát simán rá tudsz lőni. Tehát valószínűleg tiéd a kezdemény, utána a második, tehát ezt így el is döntöm, mondjuk legyen így, ez teljesen reális. Tehát utoljára fog a csontváz akciózni, mert közben azt nézem, hogy hova tettem így a karakterlapodat. Tehát ügyesség az 7-es, és közel, várjál, lőfegyver az 5-ös, 12 az alapod, dobjál D10-zel abba a kis tálcába. Vagy nem kell a tálcát használni, csak az a lényeg, hogy ne bazd le. Az egy 10-es elméletileg. Igen, teljesen jó. Ez egy automatikus siker, kijött a Cyberpunknak a logója. Az a lényeg, hogy eltaláltad, nem is gecizek, így a pajzs mögött így belőtted így a szájába a nyilvesszőt, a gecibe, meg is kapta a kis maga sebzését. Szonya ráfut, és támad is, bár azt a támadást sikeresen blokkolta a csonting a pajzsával. Tudod, egy kör, míg felhúzod a íjadat, tehát két körön, tehát gyakorlatilag két körön te tudsz lőni. Mert azért elég erőt kell kifejtened, mert ez egy erős számszerű. De tudsz mozogni, tehát hátra is mozoghatsz, előre is mozoghatsz. Ugyanúgy elfogod talán, tehát nem lesz, tehát mondjuk a csontvász téged elkezd rohamozni, ez nem hülyeség, ha mondjuk hátul vagy egy... Igen, tehát pontosan, így van. Tehát te el tudsz mozogni, nem kötelező neked most, érted? El akarsz mozogni, hátrább esetleg, vagy jónak érzed attól, vagy magad most. Mit szeretnél tenni? Hát várja, mennyire van úgy. Mert közben felhúztad a izédet, de míg felhúzod a nyilvesződet, hátra is léphetsz, ha akarsz. Úgy is van. Akkor egy kör, hátra ugrottál a lépcsőhöz. A csontváz nem foglalkozik veled, inkább Szonyát támadja, Szonya blokkol a két karddal, sőt, így, ahogy szétrántja a kardjait a csaj, így a csontváz harcosnak a pengéből le is vág egy darabot. Tehát ezek öreg rozsdás fegyverei vannak. Ti már eleve kaptatok egy ilyen speciális varázslatot a fegyverekre, tehát jobban is sebez, mint eddig. Hát figyelj, dobjál seb, hogy mondjam megint, tehát 12 az alapod, tehát ez a lövész alapod, dobjál D10-zel, hozzáadjuk a sikert, tehát ha megint 10-es dobsz, akkor automatikusan maximum sebzés fogsz dobni. 7-es, teljesen jó, D10 azért, tehát dobjál 10-zel, tehát akkor 10 sebet osztasz ki, 10-et sebez, ez 1-es, így. Várjál, 1-es? 1-es. Az a lényeg, hogy ez most nem sikerült annyira jól, átütött a csontváznak a pajzsát, látod, hogy egy-két új perc le is repült róla, majd így az alkarjába fúródott így azé, tehát inkább szerkezetileg roncsolta így a csontvázat. Ez múltkor is bazd meg belement, geci. Ez múltkor is bele ízét, ez a faszopó telefon. Na, picit pillanat. Na, addig totózt, hogy mit teszed, mert hülye vagyok, nem is kell totózod ezért. Na, nekem kell. Egy perc, egy perc. Nem állítom addig a felvételt, hagyd megyek. Az a próger nem veszi föl a bazdát.
fasz essen ki az éve. Na mindegy, azért közben mondom, hogy mi a helyzet. A faszapó nem veszi fel, bazd meg. Na mindegy, tehát Szonya tovább támadja a csontvázat, az a lényeg, hogy így letöri. Tehát következő karcsapással így letöri így a pajzsát, majd igazából az egyik karját is, szinte teljesen véglegesen. A következő körbe gondolom felhúzod megint a nyilvesszőt. Egyébként a nyilvesszőket majd újra tudod hasznosítani. Tehát, hogyha kihúzod a csontiból, elég erősek, tehát a enchant miatt nem mennek tönkre, tehát gyakorlatilag, ha visszaszeded a nyilvesszőidet, végtelen nyilvessző lesz így ezáltal, bár lehet, hogy szükséged is lesz rá. Tehát amilyen ellenfélről szó volt az előbb. Igen, igen, igen. Na, megpróbálom megint azt a faszt. Na, hát sikerül. Hát, jaj. Hát, fölveszi a parasztja. Cigányokkal megint kimpofáznak az izébe. Te csipogtad előbb? Ja persze, én voltam, megnyomtam poénból a csengőt. A mocskos majmok már mind kim vannak-e? Várja, visszaültem, oké. 21 perc. De most ráhúzunk egy kicsit, nem basszuk az időt tényleg. Az a lényeg, hogy felhúztad, dobjál megint, ez 12-es a támadásod. Teljesen jó, dobjál megint az ezért, a sebzést. Már annyira alacsony lett a csontváz védőértéke, hogy előtted a fejét így dur. Elesett a skeletonunk. Te gondolom vissza húzod az íjat. Kiszedem belőle a veszőimet. Így van, odamész. Azok ellenek. Esetleg mást is szeretnék kiszedni belőle. Hát nem tudom, hát ami nekem hasznos, és van nála, akkor azt felszedem. Közben tovább fejlődött a dungeon. Nem tudom, hogy találtam nála valami nekem való cuccot. Közben körbeálltátok. Az a lényeg, hogy találtatok nála mondjuk 2 aranypénzt. Tehát akkor kapsz. Várjál. Hát megkérdezem a csajnak. Hát egy arany neki, egy neked. Ezt várj, ezt múltkor ideírtam. Szonya, ez is ilyen. 5 arany, hát. Most. Plusz egy. De miért nem fog ez a faszopó toll? Hát nem hiszem el, hogy normális tollat szedek már elő. Oké, na. Plusz egy aranypénzt, ezt majd végén le kategorizáljuk szépen. Oké. Na, kiraboltátok a cuccot. Na, a kis fénygömböcske közben tovább terjed. Ide. Tehát láttok jobbra, bocsánat, igen, jobbra egy utat, meg szembe, egy szűkebb járatot. Ugyanúgy egy csonthalmokat láttok szintén, tehát ez megint ellenséget rejthet, vagy mást, nem tudhatod, vagy csapdát, vagy kincset. Emlékszem, hogy csapda is volt egy ilyenek alatt. Szonya megkérdezi, hogy szerinted merre lenne jó cél, merre lenne célszerű mennünk? A faszén akad el a szavamba, az meg mindig. Merre menjünk? Egyenesen vagy jobbra? Először nézzük meg szerintem, dobjunk egy arra kupaszra, nem tudom, kő vagy valami. Hát a pajzs például, a csontváznak, a pajzsa. Ugye fogjátok itt. Na, tudjuk oda. Az a lényeg, hogy itt széthullik az egész kupac, széthullanak a csontok, és még egy csontváz ugrik elő. Nagyon jó ötlet, erre már számítottál. Szonya elismerően megdicsér, hogy ez jó ötlet volt, kínos lett volna, ha akkor ugrik elő és közelről megsebez minket. Na, essünk neki! Közben teszek rá egy kis zoomot, egy minimális zoomot. Nos, tehát Szonya megindul. Neked már fel van húzva akkor a nyílpuskát. Akkor meg kell dobnod a célzót. A kezdés automatikusan a tiéd, tehát nyillat elő fogsz dobni. Jó, teljesen jó. Dobjál megint D10-zel, és most a nyílnak a sebzését dobod meg. 7-es.
Az a lényeg, hogy belelövöd gyakorlatilag a kúszcsontja kellős közepébe, hát így áthatol rajta a nyilvessző. Igazából tehát szervet nem ér a dolog, de azt látod, hogy magát a csontváznak a szerkezetét erősen roncsolja. Tehát látod, hogy gerincsigolya darab, tehát így nem szakad össze a csontváz, de lényegesebben instabilabbá vált. Tehát a pajzs azért csak nem oknékő van a kezébe is. Tehát gyakorlatilag a mágia, a gonosz mágia tartja össze ezeket a csonthalmazokat. Oké, következők, tehát a lény is közelebb ugrik, természetesen Szonyát veszi most célba, teljesen agyatlanok tehát. Még az a jó, hogy annyira nem látta el az a adott boszorkánymester megfelelő intelligenciával ezeket. Tehát Szonya blokkol, a csontváz támad, egy kör még felhúzott, szeretné hátrábugrani, vagy esetleg jó van ez a távolság, ami most van neked? Jó ez a távolság. Jól van, oké. Következő, az a lényeg, hogy ez a csontváz most ügyesebb, mint az elődje, tehát Szonyának az egyik kardját sikerül kivernie, lejtett, az egyik kard csilingelve leesett a földre. Közben ismét akkor menjen a dobás. Az teljes siker, jó. Ez annyira jó, hogy ezt nem dob, maximum sebzést kap. Ennek a csontváznak is ellövöd egyszerűen a fejét, leesik, hanyatt is túr. Fej nélkül, és szinte azonnal darabokra is hullanak a csontok. Nos, gondolom közelebb léptek a lút reményében. Visszaszerel mind a két nyilvesszőt. Ennél a csontváznál viszont nem találtok semmilyen pénzt, sajnos. Nem, vagy rá visszajöttek a nyilvesszőt. Igen, így van. Merre szeretnétek menni? Tehát most, oké, tehát az irányt még nem döntöttétek el, hogy jobbra, vagy egyenesen. Közben elveszem a halott csontvázat. Menjünk jobbra. Oké. Nézzük meg, hogy mi újság. Nos, tehát akkor... Jaj, bazd meg, elfordult ez. Elfordult az egész. Dungeon, aha. Tehát akkor azt most így fordítom. Visszaveszek a kibaszott zoomból, mert nagyon... Nagyon... Aha. Jó, vettem ki. Vettem ki, igen. Tehát megindultatok, és így. Elérkeztetek a másik oldalra, tehát te itt, Szonya pedig itt. Ugyanúgy egy csonthalmot láttok magatok előtt, majd nem sokkal később észreveszitek, hogy egy érdekes ilyen nyögdécselő hangot hallotok meg, és viszont így hátból kimászik egy zombi, egy nagyon csúnya zombi, a csonthalmokból is, és szintén fel kell egy másik. Tehát már immár kettő ellenféllel kell megküzdenetek. Így. Mi lesz a terv? Mi lesz a terv? Te kell mondjuk felhúztad a nyilvesszőjét. Tehát egyet tudsz lőni, a zombi az már egy picit valószínűleg masszívabb lesz, mint a csontváz. Igen. Viszont lassabb is, mint a csontváz, tehát ezek nem ezek a rohangálós. Igen. Én a zombikat még nem festettem rendesen ki, de rajta vagyok az ügyön. Nos, tehát a szembe lévőt vagy Szonya mögötti próbálod megcélozni. Vagy felosszátok egymás között, hogy oké, Szonya az egyik, azért meg a másik. Régis adagon az értelmes. Oké, akkor Szonya... Egymás segít is tudjuk fényíteni. Pontosan. Te fel... Nos! Fényíteni. Hátrább akarsz ugrani? Na, jó az úgy, jó az a táv. Oké, akkor kérlek dobd meg a kezdemény, mert nem csak... Hát a célzás. 12 az alapérték. Aztán majd meglássuk. Most egy éve úgy döntök, hogy jó az a táv. 12 az alapérték. Na újra kezdtük, igen, leállt. Legalább csippant ez a szar, fél óránként valami a Lumix szeret megállni. Hát ez állítólag egy gyerekbetegsége neki. Vagy szoftver frissítés szükséges. Nos, az a lényeg, hogy
ez a csont, ez a zombi most valamiért nagyon penge volt, és így elhajol bazd meg így a izéd elől. A nyilvessző. Tehát ez ilyen, nem gyorsabb, de nem, ez valamivel intelligensebb, mint a csontvász haverjaik voltak. Nos, mit? Te hülye vagyok, és lépett egyet erőre, ez fontos. Két kör, míg beállítod a nyilvesszőt ismét, és gyakorlatilag akkor már teljesen közel lesz. Próbálsz hátrálni, vagy maradsz a seggeden? Nem, hát hátrálok egyet. Egyet hátrálsz, úgy, jó. És közben felhúzom a... igen, felhúztad. A zombi előre lépett, közben szonnyáik itt boxolgatnak magukat, őt most nem térek ki. Ők most egyelőre annyira nem is fontosak, mert ugye te vagy a főszereplője a mesének. Az a lényeg, hogy ismét dobjál. 12 az alapérték, 14. Hát, azt meg ezzel ő is kitért. Egy másik, így elhajtott a fejét. Tehát milyen szuper zombi. Ilyen élő halottat még nem láttál, bazd meg, hogy ez ennyire ezért. És közben így lépett egyet itt. Már két lépésnyire van tőled. Hát, bocs, hogy ezért így. Nos, tehát két kör, míg, igen, tehát lépsz hátra egyet, húzod, tehát akkor egyet hátra, húztál egyet, ő lépett ide. Oké, Szonya harcol, az a lényeg, hogy akkor ismét dobjad. Igen, na végre, ez oké, és dobjál sebzést. Ez már elég magas. Elég magas szám jött ki arra. 6-os. Várjál, biztos ez? Ez 9-es, bátyja. 90. 90. Hát tudom, százalékos a kocka. Nem mindegy. Durr, beleállt, cuppant egy kurva nagyot így a izébe. Hát jó, rendesen bele kell. Így van. A zombid viszont nem lép feléd, hanem egy karütés, karlendítéssel nyakon csapja Szonyát. Ő egy picit látott, hogy kis serken a tarkójából a vér. Összevérezi a kék haját a lányzónak. Majd közben a másik zombis bever neki egyet, mivel így közre ütötték. Mit szeretné tenni? Mi látom az ennyiben? Tehát akkor hátra lépsz, vagy maradsz a helyeden? Maradok helyem is. Maradsz, és felhúztad. És nyilatom azt a bal. Oké, közben ő lépett egyet, és ismét tudsz dobni. Nyilatom azt a köcsögöt, dögöljön már meg. Oké, 8-as dobjál megint. Sebzést, ez jó. 80-as. Hát az a lényeg, ez most egy picit így nyakon, nyak szírtszerűen lőtted, akszírtszerűen bazd. Megaszontam, geci. Na mindegy, az a lényeg, hogy nyaksérülés, az a lényeg, hogy élő halottát igazából átfúródott a nyakán, így picit megtámolygott, majd közelebb lépett, és készülne ütni. Kitérsz, vagy hátralépsz? Mi lesz? Hát hátra lépett. Jó, hátra léptél, és hogy húztál egyet a zéden megint. És ő húzta még. Jó. Következő zébe, ő megint itt van. Nagyobb távol nyerek abban, hogy hátra lépett. Igen. Viszont most tud támadni téged a zombi. Most dobok egy támadást. Ez egy 4-es. Dobjál. Nézzük, ügyesség. Próbál. Hanyas más? Kitértét elhajoltál, hogy... Így elkasszál így az arcod előtt, te tudsz viszont hátra lépni és lőni. Vigyázz be, lassan kibész az ikript, vagy a dungeonből. Közben követ a kamera is. Mindegy, hogy kilépek vagy nem, de bazd meg, egy életem van. Oké, dobd meg megint. Úgyhogy lépek egyet és támad. 8-as, remek dobjál, ez átment. De sok 8-as dobsz. Ez viszont elég kevés. Ez a lényeg, hogy így próbált, így mondjuk így elhajtotta a zombi a fejét, és ez most a vállába állt bele. Így látott, így megtámolygott, majd közelebb lép egyet, de viszont nem üt. Az a lényeg, hogy nagy nehezen a zombit lecsapkodja, Szonya. Egy kör mondjuk így rendbe hozza, tehát megnézi, felméri a sérüléseit, de majd következő körben elindul, gondolom ő is ezért. Nos, lőttél, tehát húznod kell a nyilvesszőt, plusz lép, akkor egyet lépsz, egyet húzol, ő egyet jön, nem tud sebezni, lehet, hogy is mellék szarállapotban lehet,
Közben következő körbe ugrik Szonya. És lőhetsz. Hát ez egy egyes. Ez az a lényeg, hogy itt felcsapta egy nyilvesszőt, így brum, és nem fölfele lőtt, hanem egy plafonba bazd meg. Tehát így, vagy hogy felhúztad, így valami meghibásodhatott a számszeríjadba, és így gyakorlatilag az arcod előtt felpörgött a nyilvessző, és beleállt bazd meg a plafonba, azt a nyilvesszőt már kisebb irat húz, mert elég magas a mennyezet. Az a lényeg, hogy a zombi közben lépett egyet, ütött feléd, kitérhetsz, ha gondolod. Így van. Dobjad, ügyesség, erre 7-esed. Van kitérés, az miért? Tökéletesen kiléptél. Maxon, ez jó. Az a lényeg, hogy közben megérkezett Szonya, és úgy levágta hátulról a zombinak a fejét. Így megúsztad. Meg lett mentve a segged. Most kivételesen ő segített rajtad. Eddig mondjuk kétszer? Nem, eddig egyszer te segítettél, most ő mentett meg téged. Így van. Nos, gondolom kiszedegeted a nyilvesszőt. Pontosan begyűjtöm vissza a dolgaimat. Semmi nincs náluk. Közben mondjuk ezt így arrébb teszem, kiveszem őket a képből, mondjuk megálltatok itt. És kérdezi Szonya, hogy akkor szerinted merre menjünk? Ugyanúgy jobbra tartsunk, vagy esetleg menjünk arra, ahonnan az a mocskos élő halott majdnem hárba támadott. Melyik járat a szimpatikusabb neked? Szembe? Szemközti? Úgyhogy menjünk egyenes. Oké, akkor keressünk egy megfelelő. Menjünk egyenes. Egyenest? Jó. Rakosgatom is tovább. Csak azért van, hogy nincs most kezdem fájtolni. Hát nem tudom, sok fájt lesz. Ez az egész dungeon fight pisti, bazd. Jó, figyelj, ide jöttetek. Jó, ez csak egy csúnya humor volt. Jó, ide érkeztetek. Na, nézzük az éket, hogy kik estek el, csomagok elestek. Jó. Az a lényeg, hogy nem sokkal később egy húsevő gólt veszel észre. Így egy kis csontkupacból zabál, így cupákolja így a húst. És így felnéz rátok. Így rátok mordul, és így valami ismeretlen nyelven. Tehát lehet, hogy törp nyelv, ki tudja. Mert ugyebár rengeteg törp állt, hát kényszerült az élő halottak soraiba. Tehát itt valószínűleg jó, mondjuk elég magas törpének most így a figura, de ez mondjuk ez ilyen törpe gólnak felelne meg. Bár mondjuk ez itt egy ember vagy egy tünde gólnak a megfelelője a figura. Szerint ez most így lesz. Oké, megy ez a geci. Jó. Ne vegyük fel az MS egyik felét, bazd meg. Én múltkor, akkor vettem a 60-i sövény labirintust, bazd meg. A kiárattak a vége lemaradt róla, ugyanígy lekapcsolt, bazd meg. És azt hittem, hogy veszés közben nem vette, bazd meg. Na, gecibe. Jó, akkor nézzük tovább. Felhúztad a nyilvesszőt, valószínűleg adtak lesz. Dobjál, ugyanúgy célzás, 12 az alapod. 7-es, jó, sebzést is dobj. Jó, 5-ös, eltaláltad. Hát így kilőtted így a cupákot így a szájából, ez így pörögve kiszáll így a ember húsdarab így a... Vagy ez a, nem tudod, hogy milyen, valami mumifikálódott genyát, rákcsát. És így az a lényeg, hogy így a szív fölött eltaláltad. Tehát teljesen mindegy élő halott lény, tehát még ha szíven is lövöd 5-ször, nem okoz nagyobb, vagy durvább sérülést. Sajnos. Az a lényeg, hogy közben megindult Szonya is, a két kis kardjával. Most egy kicsit buzin mozdult a csaj, tehát nagyobb célszámot kell majd használnom, amikor, mert te nehezebben fogod eltalálni. Igen. Mert most fennáll az esélye, pont, hogy igen, félig mégis légan belelóg a csaj. Igen, betakar elég csúnyán. Úgyhogy itt most nagyobb célszámok lesznek. Nos, akkor felhúztad elkezdtek harcolni, közelebb került hozzá, de még jobban takarásba került, úgyhogy dobjál megint. Nyomorult kurva, átrátad.
Hetes, jó, jó, teljesen jó. Biztosnak érzed a lövést is, el is engeded, dobj egy sebzést. Tehát úgy voltam vele, hogy 5-ös alatt 8-as teljesen. Tehát ha 5-ös dob, vagy 5-ös alatt, akkor nem találja el. Milyen 7-es dobot, tehát így ilyen 5-5, tehát így a D10, tehát így nem, makogok, bazd meg megint. Az a lényeg, hogy ha 5-ös vagy az alatt dob, akkor nem találja, ha 5-ös vagy a fölött, akkor eltalálja. Tehát ha valakik nézik, akkor ez a logikája. Így a, ez egy picit a Vampire the Masquerade-nak a rendszeréből van kiszerve. Jó, jó, az a lényeg, hogy telibe lőtted megint. Mérgesen felhorkan a lény, és közben, miközben érzi a lény a fájdalmat, azért lecsap a csaj és a kardjai, persze fölvette a, már akkor megint a két kard van a kezében, azt elfelejtettem mondani, hogy már vagy két csata előtt fölvette. Nos, az a lényeg, hogy csaj is lecsapott, hátrálsz, közelítsz, de töltened kell. Mi lesz? Mindenképpen felhúzom. Jó, felhúztad. Maradsz a előrébb mész a jobb célzás érdekében, vagy hátrább mész? Ha előrébb mész, akkor alacsonyabb lesz a célzásnak a célszáma, mondjuk. Abból a szemszögből, tehát akkor mondjuk nem 5 fölé kell dobnod, hanem mondjuk 3 fölé, érted? Támadjuk, tudok már. Há, persze! Hát akkor hogy pusztuljon a férges. De akkor se előre mész, vagy maradsz, vagy... Hát nem, akkor maradok, aztán maradok. Akkor jó, csak érted, oké, elmondom, mindegy, én mondtam a előnyöket. Na, az a lényeg, hogy akkor itt dobd meg a cuccost. Hát most maradok, hát hagyd meg. Igen. Hatos épp, hogy fölé, az a lényeg, hogy sebzést várja, csapasz neki. Hetes. Megint nagyon jó, meglőtted. Térd kalácson lőtted, ezért összecsuklott így a lény. Közben Szonya megemeli mind a két kardját, egy első vágás. Félig bemetszi a nyakát, második vágásra le is bassza a fejét. A gól összeesett. Ez sokkal hitványabb, meg gyengébb volt az előző barnánál, ami az előző kalandotokban, az emlékszel, hogy az ki is ütött. Az ki is ütött téged. Ez valami nagyon kis csicska gól lehetett. A lány átkutatja, és találtatok nála, mit találtatok nála? Na mit? 5-5 aranyat, tehát így most 6 plusz 5, tehát 6 a zsákmány jelenleg, 6 arany a zsákmányatok jelenleg, az elég lófasz, tehát az jó, de még az ellenség se volt annyira brutális. És nem sokkal később ez a kis gömböcske átjárja ezt az egészet, ezt az egész részt, és folytatódik előre valószínű az út. Tehát visszább mentek, vagy ugyanúgy tovább mentek a kijelölt úton? Menjünk tovább. Jó, akkor rakom is a cuccost. Menjünk tovább. Hát az a lény, oké, oké. Ez vég a küldetésnek. Jó, rakom, majd bele szakadok. Itt vagytok. Itt egy lezárt, itt megint engedi tovább nyitni, csak most nem találtam olyan szart, amivel lezárom. Tehát elméletileg itt le van zárva, mondjuk, ide teszem ezt a szart, kávéédesítőt, ez itt egy fal, és az a lényeg, hogy jobbra megy ismét az út. Tehát oda, értelemszerűen oda tudtok menni. Menjünk jobbra. Így, ni. Léptek. Szonya nagyon közelre lépett, közben tolok egy kis zoomot a képre, hogy azért, hogy élvezhető legyen így a dungeon. Majd kicsit világosítanom is kell, úgy látom, a rohadt anya, már megint csúszkál ez a faszopó. Ne csúszkálj már te! Látom. Majd itt látok, hogy a kép ilyen, mint ilyen 3D-s mozgásban, itt előre megy a kamera, csak ez nem természetes, hanem csúszás. Fostaricska az állvány. Nos, az a lényeg, hogy Szonya nagyon közel merészkedett egy csontkupachoz. Neked az nagyon nem tetszik, itt ezt mondjuk már átvizsgáltad. Azért vagy mellette. Mit szeretnél tenni? Szólsz neki, hogy menjen onnan a faszba? Vagy hagyod a gecibe, hogy majd lesz, ami lesz? Oda megkötöm.
lenne annál kicsit állni menni úgy óvatosba. Elnézést kér, visszalép. Nem mozdul meg a csontkupac. Mit szeretnétek? Valamit rádobni. Rádobni valami segít. Hát a, mondjuk a gólnak a levágott fejét itt. Rábasztuk. Semmi. Kivéve egy csapdát, egy tüske csapda, egy tüske csapda ugrik ki, és felugrik egy ilyen kis három darab kis láncsa, majd így vissza is. Elakad mondjuk a csontokba, tehát nem tud teljesen visszahúzódni, de valószínű ezzel inaktiváltátok. Deaktiváltátok is, majd kisiktattátok a csapdát. Hát megyünk tovább. Jól van. Szonya ismét itt van. Ő itt. Igen, azért buziskodok így a ezékkel. Most nekem egy kanyart kéne beépítenem. Végre találtam. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Még ezt ide is tehettem volna, de akkor meg ide nem lett volna. És látjátok, hogy így kanyarodik. A kurva anyád, hülye kamera. Így kanyarodik vissza. Így az egész dungeon. Ne csúsz, te faszopó. Ne csúsz. Na. Értelemszerűen máshova nem is nagyon tud vezetni. Egy ilyen részbe csak. De most kellene találnom megint egy ilyen lezárós lófaszt. Hát ezeket itt nem találok. Az anyádat. Na. Csak egy T-alakokkal van tele az egész. Hát leszarom, hogy lesz a T-alak. Hát ez nagy kazamata, bazd meg. egy P betű az egész. De mondjuk lehet, hogy vannak titkos járatok, de az a rúnakör az ott nagyon érdekes, és nem sokkal később a csontokból kirajzolódik egy érdekes lény. Na, a kis aranyos serdő. Itt van az a lény, akit Derrick Mayhem emlegetett, így van. Oly a konosz, kivélyesen. Elment az épp pillanat. Találd már meg Mr. Focus, a kurva anyádat. Na, most valami cigánykodik a Focus. Nem szereti ezt a zombi sárkányt a kamerám. Pedig, na, programozgatom, igen, elmegy, akkor várj egy kicsit, följebb tesszük a Focust. A szárnyára, és ugyanúgy buziskodik, hát akkor rohadjál meg, te szemét kamera. Jó, de csak azt úgy kéne rakni, hogy az egész banda benne legyen. Hát ezért nagyon kevés, lehet, hogy azért, mert nagyon sötét a sárkány. A zombi sárkány gyakorlatilag. És ez így bezavarja. Mert itt hiába van jó fény, mert most egy picit előrébb is húzok egy keveset. De hát ez annyit nem tud bevilágítani. Ha esetleg mondjuk a Google-t elindítanám, a kurva anyádat, hát nem hiszem el, mindent lökök széjjel, csak az nem lesz jó, aminek jónak kéne lennie. Ha így egy fehér hátteret állítottam a monitorba, talán így. Már megint ninjázik az a tetves kaverni, akkor rohadjál meg. Na, ott van az adott lény, mérgesen felmordul, vagy felétek fordul. És tudod, hogy akció lesz. Nem is akár milyen, nem gondoltad volna, hogy ilyen ott mocskos dög lesz ez. Nem, hogy lesz, már benne vagyunk. Nos, a kezdeményezés joga a tiéd, a lény egy előre így csak így felmért titeket. Lehet, hogy ez a sárkányok adott pökhendiségéből akad, de valószínű nem talált titeket méltó ellenfélnek, valószínű úgy gondolja, hogy most házhoz jött az ebéd. Most nem kell kimászni a kazamatából. Nos, mit teszel? Álmodok, lövöm, mint egy állat. Kérlek itt a dobókocka, és basszad szét a fejét neki. Csapassuk, na.
ötöse. Most nincs semmi, ez annyira nagy dök, hogy biztos, hogy el fogod találni. Dobjál sebzést. Basz meg! Hát, én nem is tudom, eltaláltad itt a szárnyának itt ezt a részét. És gyakorlatilag a, vannak itt egy ilyen kis karom, tehát a szárnyai végén egy kis behajtható karomrész. Azon ellőtted a körmöt. A zombi sárkány mérgesen felvonaglik, kurvára felbasztad az agyát, és így megindul, gyakorlatilag egy kör alatt belé is tukkol egy bőf. Ez az ő speciális képessége, és így hátra is repülsz. Igazából, mivel ez egy scriptelt cselekvés volt a részemről, nem kap sebet, viszont szétszóródtak a nyilvesszői, tehát két kör még összeszed, tehát harmadik körre tudsz vele lőni. Kardra váltasz, vagy lövöldözni fogsz távolról? Hát összeszedem a izé cuccaimat, basz. Oké, okay, felkeltél. Belegább beállította a sárkány a távolságot. Abból a szemszögből ez jó. Oké, okay, egy picikét visszaveszek a zumbón is. Na most mit érek abba a kis karddal? Nem volt az annyira rossz fegyver, meg az is most meg van encsantolva. De oké, okay, oké, okay, nem beszélek a semmiről. De közben, tehát Szonya már mind a két karddal is, zizu. Már egy oldalba is csapta így a szörnyezetet, akit felüvölt, és majd a lány felé fordul. Oké, okay, egy kör, Szonya üt, megint eltalálja, iszonyatosan kurva nagy, az a jó, hogy dungeonbe vagytok, kurva nagy, mindig el fogjátok találni, ez az előnyötökre fog menni, de hogy nagyobb a HP, az valószínű, hogy az meg a káratokra. Nos, egy pici fókusz, buzernyák, oké, okay, oké. Okay. Nos, az a lényeg, hogy akkor második körbe beleöntötted a tegezbe a nyilvesszőidet, majd mar egyet, tehát így közelebb löki a falhoz, rád is rátolja a csaj, és az a lényeg, hogy az a szerencsétek, hogy ez nem okát tüzet, mondjuk az túl kicsi. Tehát ez valami elkorcsosodott sárkánynak a zombi ivadéka lehet, vagy tudjátok a fasz, hogy mi. De hogy nem volt ez normális sárkány életében, az biztos. Jó, következő üzép, tehát így blokkolja gyakorlatilag. A lány egész jó bírja így a ütközetet. Felhúztad, lőhetsz. Tehát eltelt a három kör. Várj, ki ezért megkérdezem. Hátrább ugrasz, előrébb ugrasz, vagy maradsz az adott helyeden, ez fontos lehet így a mese szemszögéből. Most tegyél, maradok a... Most éppen... Kodabos, dobjad! Most megvan az egy távolság, gyakorlatilag, hogy a legjobb valannyiból, hogy tudok támadni. Teljesen, na végre, hogy most sikert dobtál, teljesen így becéloztad, mély lélegzed, bent tartod, elengeded, és egy nagyon fájdalmas pontba lőhettél, mert a dög azonnal elengedi a csajt, és gyakorlatilag így felét fordul. Ő körében persze a leány az folyamatosan mind a két kardjával nyiszatolja, a szárnyából mell is metszett egy darabot. Következő körben ugyebár húznod kell, hátrább lépsz egyet, úgy lősz, vagy maradsz a seggeden, vagy mi lesz? Nem, hát felhúzom, hátrálik a kis út. Jó is tetted, mert elég nagyokat ugrik ez a geci. A csaj már nem győz utána menni, tehát ez bőkörből ki is marad, tehát el se éri. Oké, húztad, következő kör. Már lőhetsz, hátra lépsz egyet, vagy maradsz a helyeden? A hátra lépek is jön. Hátra léptél, igazából itt volt a csontkupac, és megbotlottál. Orvadjon be! Ellőtted a nyilvesszőt bele a plafonba. Kurva anyjába! Te nem nézted, itt van a csontkupac. Dur! Hanya a testé közben így. És valami észreveszitek, hogy a sárkány kacag rajtatok, tehát elég, tehát megvan a kis magához mérhető intelligenciája a mocskos gonosz dögnek, de hát ugyebár erre költötte ős a körét, közben Szonya meg így megseggezte hátulról, megtágította az ánusz rózsáját két kis finom szabjával, egy kis tündeszabjával. Ezt nem nagyon tolerálta a lény, ezért csapott egyet a farkával, majd a csaj ismét így hátra esett, így a falhoz.
Tehát így vergődik a lémjük, te talpra ugrott, te egyet hátra is léptél. Pontosan. Két kör, mire ezért mit teszel? Hát jönnök. Nem, miért kör, mikor még felhúzod? Csak léphetsz, maradhatsz? Ja, hát lépek egyet, is. Még egy, hát akkor vagy értelemszerűen így jaj, ez éve, oké. Úgy, úgy is felhúzom a buszkát. Így felétsz, már annyira, tehát megkapta a kis magas ebzéseit, már nem annyira kurva fürge, mint eddig. Közben a kis csaj is magához tért, és közben ideugrott. Tehát ő is annyira kurva fürge már, mint eddig volt. Közben így mozgatok a kamerán, és jó remek. Az a lényeg, hogy dobjál, ismét lőhetsz. A csontkupacokra figyelj, ha hátrálsz. Ötös, oké. Elfogad talán, és... jó, öt. Jó, az a lényeg, hogy ez... kurva ötös, veszem beállatom. Nem rossz, ez se igazából... Fejbe akartad lőni, de elhúzta pont így a száját, és mondjuk így kurcsonton lőtted a dögöt. Belement, bitangul fájhatott neki. Most így rád harap. Igazság szerint... várjál, hogy is volt? Ez védőérték van a számszerének. Tehát D10-zel dobjál. Ügyesség plusz D10, tehát 16, oké. Okay. 16, és nekem ezt kell majd. Már nem dobtam. Oké. Az a lényeg, hogy hát gyakorlatilag így ráharapott így a számszeríjadra. Arra, hogy összenyálaszta. Nem is az, hogy összenyálaszta, elharapta az ideget. De tong, így elszakadt. Tehát kardozgatni kell most már, de viszont jó, de nem téged baszott meg, tehát így gyakorlatilag így két körre most le van kötve, mert beakadt a szájába az a szar, te így húzavonázhatsz vele, esetleg így fenntarthatod, de lehet, hogy itt szállt, tehát közelebb teszem, így akkor ez pontosabban így van. Hát ugyebár csaj, az kettőt tud szaladni, első kör, ugyebár így killót, tehát második körbe már tudja csapatni a csajszi, de rá is megint megsebzi, megint levág így a szárnyából egy darabot. Te még tartod a számszeríjat, vagy előhúzod a kardodat? Hát most már kardozok egy helyet. Elengedted a számszeret, kard, és mondjuk döfhetsz is. Na ez most egy közelharc lesz. Ez elég gyors, mert rövid kardot használsz, tehát erre nem külön számolok föl egy izét. Tehát ügyesség 7-es, közelharc 5-ös, itt is 12, mint a számszerénál. Dob meg a izét, nagyon jó, melyik ez 8-as? Aha. Jó, dobjál izével. Várjál, ez sebzés. Na, de sebzés viszont kardnak nagy. Ó, ez kell nekem, ez kell. Itt a füzetbe fölírtam, mert most azt tudtam, hogy az izének a D10 a sebzése, viszont a kardnak nagyobb a sebzése. Tehát azt nézem, ez egy egykezes kard, nyílkéstör kard, D10 plusz 5, tehát D10-zel dobjál, 8-as plusz 5, 13, tehát sokkal nagyobb a sebzel karddal. Azzal így búr, belekúrtad így az állkapcsába a szörnynek, megforgattad a zombi sárkánynak a kibaszott állkapcsába, és az a lényeg, hogy a csajsz is tovább ezért, majd a sárkány dobbant egyet a farkával, ismét elüti a csajt. Látod, hogy ő így átfordul itt, hempereg, és ismét egyedül maradtál így a sárkányon, amúgy egy kínosabb egy kicsit. De viszont, mivel ez a körbe lerendezte a csajt, ezért nem tudod, hogy mi a baj, hát valószínűleg nagyobb gond nem lesz. 5 plusz 5, oké, megjegyeztem. Az a lényeg, hogy mit szeretnéd tenni? Hát továbbra is. Akkor figyelj, el fogod találni, tehát csak sebzés dobjál. Szunkálom, gyakorlom. Egyes, tehát D10 plusz 5, 6. Hát igen, ez most elcsúszott, tehát a megmaradt pikkelyeinek, zöldes pikkelyeinek így a izébe, így nehezebben, de beleszúrtad, így megnyiszatoltad. Oké, leállt. Tehát megnyiszatoltad. Ő ismét támad, hát kitérés, ezt nem nagyon fogsz tudni, inkább D10-zel dobjál, jó?
D10. Kettő. Hát... Na, eltalált. Elmondom, hogy mennyit sebez. Igazából az HP-d, az most... épír, bocsánat, életerő pontod az 7-es. Ő pedig... 8-at sebez. Jó, nem. Van sebfelfogó érték is a párcélnak. 3 sebet kapsz. Az a lényeg, megroppantja, ez itt kegyetlenül a hát a has környékére kapod a harapást. A bőrszí, a láncing azért felfogja, de jó megropogtatja a májadat, azért a gyomorszájad. Tehát egy kicsikét így, elég fájdalmas harapás. De nem szeret ki belőled darabot. Nem ejtetted el a fegyver, de ez keményen betalált most. Következőleg a csaj föl kell ugyebár, látod, előveszi az egyik fiolát, meghúz, igen, a csajnál vannak a töltő cuccok, azt lefett. Nem osztottátok el. A csajszínát, jó, én sem mondtam, hogy el lehetett volna osztani, na mindegy. Meghúzza az egyik italt, és ez volt az ő köre, most a te köröd van. Mit szeretné tenni? Szúrod? Már mondjuk a sárkány is azért elég sok sebet kapott, tehát így hát nem lehet neki olyan sok hátra. Hát, szurkálom. Oké, dobjad meg. Szurkálom, gondolom. Írom, harapom, rúgom, 3-as. Plusz 5, 8-as. Az a lényeg, hogy ez a vágás, tehát egy sárkány egy picit hátrább lépett, de hát ez elcsúszott, tehát így... Valahogy megkoristoltad a bőrét, de érezted, hogy nem tudtad hogy megsebezni. Nem az a lényeg, hogy így most egy picit térdre estél, hogy szarul vagy. Az a sárkány nem hülye. Tudta, hogy a lány az komoly problémát fog okozni, már ugrik is neki. A csajszi blokkolt, majd ők így szépen küzdenek. Na, ott kettőt tudsz adni a karddal. Te is neki tudsz futni, ha esetleg úgy van. Egyelőre levonásaid még nincsenek. Mi a terv? Tehát a számszerű az teljesen szét lehet baszva, azt meg kell javítatnod a kovácssal, ha túléled a kalandot. Vagy akár én is meg tudom javítani. Tényleg, jó, igen. De szerintem ez de alapszintű, tehát tanonc. Tanoncnak szám, hát ez elég csúnyán szétbaszta ezért. Tehát ami a páncélodat is meg ezért, tehát a láncinget is megbontotta a harapásával, tehát igazság szerint még az a jó, hogy médium vért volt rajtad. Egy kard van a kezedben, kettő kört tudsz előre menni, hogyha akarsz. Igen. És akkor szúrhatsz. Ja, ahhoz, szóval megy, kettőt is sem. Hát szúrnál, de nem tudsz sebezni, mert távol vagy. De segítesz a csajnak. Aha. Hát akkor... Az a lényeg, hogy a csaj is nagyot kap, őt is megharapja elég csúnyán. A csaj így elesik, de már így várj, beforgatom egy picit, mert én buzin. A csajt már így próbálja marcangolni. Itt van az a 3 láncsa, ami kiugrott a izéből. Tehát az lentebb van izélve. Lentebb van így basztűzva. Tehát oda tudsz menni, tehát nem fog téged sebezni a csapda esetleg, hogyha arra gondolsz. Mondjuk a kamerán az nem lenne rossz fordítani. Úgy. Nos, tehát megcsaphatod igazából, ha gondolod. D10. Úgy van. Hagyj meg be. Fájj. Jó, 7. Oké. Plusz 12. Dur. Belekúrtad a dögnek a lapockájába. Az így most így nem döglött még meg, de így fordítom, így egy picikét így már a földön van, a csajszi föl kell, aztán így csapkodjátok minden irányból. Fölszereteljük. Fölszereteltétek a gecibe. Az a lényeg, hogy levágta a csajszi a fejét, kapta egy health potit, ő is, de gyakorlatilag 3 health potit itt ivott meg, a csajsz mondjuk ezt jegyzettelem, mert ugyebár nem kell visszaadni. Tehát ezt igazából, ez a loot része lesz, ha megmaradt ezért. Tehát maradt 2 életital. Oké. Igazából pénz meg ilyenek nem voltak a sárkánynál. De viszont megvan a feje. Majd rád néz. Szonya? Szonya, ez még felejtettem el a nevét.
A buzi neve van az így. Az a lényeg, hogy így nagyon örül. Hú, ez nagyon meleg volt. Majd az a lényeg, hogy leültett téged a sárkánynak a dögére, lehúzza a gatyádat és leszopja a faszodat. Erre nem számítottál. Na várjál, ezt így lemodellezzük valahogy így. Na mindegy, na bazd, várjál. De már nem vagyok a dög tetején. Jó, nem vagy a dög tetején, de így legalább így azért van. Na várjál, hát elbábozod, mi? Csak most, hogy a kibaszott kezeden egyébként pont kikúrta a fókuszt a maradék kamerát. Hogy nem rakod, hogy... Tök jó, hogy belenyúltál, Pistő, egy komplet fókuszt kibasztad a kamerából. Nagyon jó, bazd meg, na várjál. Na? Na, megtaláltam, már nyomorult. Na mindegy. Az a lényeg, hogy jó, most valamit talált. De most így a csajnak a talpát lehet látni, hogy fel van dobva. Na mindegy, az a lényeg, hogy... Hát egy ilyen bónusz, hát... Tehát a loot mellé egy jutalom szopás az járt a kis csajtól. Hát lefejezett zombi sárkány tetemén még úgyse szoptak le, tehát akkor ez így most jó jártál. Majd így elégedetten kimentek a dungeonből, mondjuk viszed a sárkánynak a fejét, ezt elpakolom, ezéket elzélem. Ugyebár erre már nincsen szükség. És az a lényeg, hogy mondjuk... Megittad a kávét? Jaj. Na, legalább végül körbe tudtam rakni a kurva dungeont, múltkor még az se sikerült. Bár maradjál még a segged, de még... Hát hogy ne, hülye, nincs végig a mesének. Ma menni el a gecibe. Ja, várj, leveszem a... Várj, nyugi, mindjárt meg. Az a lépüdös öreg asszony várma. Visszarakom a ezét, így a pillanatra dungeonnek az elejét, ugyebár itt van Derrick. Egyenesen Derricknek a tornyába mentek. Na hát most ez hogy bazd meg? Na jó, hátrább kell húznom. De meg gyerek, egyre távolabb vagy így a ezétől. Meg volt a jutalompornó is. Az a lényeg, hogy Derrick így üdvözölt titeket, hogy meglepően gyorsan végeztetek a döggel. Mesélj kérlek, milyen volt? Meg kellett-e küzdeni vele, vagy? Hát kellett egy kicsikét noszogatni a dolgot. Mindegy, az a lényeg, hogy elmeséltétek így, hogy mi történt. Elég szegényes volt tényleg így a kincseket is, amit találtatok. Valószínű lehetett volna még rejtek ajtó, bár igazából örültek, hogy kimentek, mert ez nagyon sok volt így. Igazából túl sok csatlósa volt ennek a lénynek. És Derrick elmondása szerint, tehát valószínűleg a sárkány idézhette meg. Tehát rendelkezett megfelelő mágia ismerettel. Ezek iszonyatosan intelligens dögök. Tehát túl sokat nem tudtok a sárkányokról. Igazából ez volt az első, amit láttál, ez is egy élő volt. De milyen lehet egy igazi? Tehát Derrick elmondása szerint egy igazi sárkány azért... Vagy egy erős, tehát igazából az élő holt sárkányok között is ez egy kort szar lehetett. Ő azt hitte, hogy valami komolyabb, bár a tetemeken, amiket összeszedett a város körül, kb. A fognyomok megegyeznek ezzel. Tehát harapásilag hozzá hasonlítható ez a döghöz. Összevonható a két eset. Meglátja, hogy tehát a továbbiakban hogy alakul a dolog. És hogyha esetleg folytatódnak a gyilkosság sorozatok, akkor ismét majd igénybe veszi a szolgálatotokat. De ő úgy érzi, mert igazából az egész csapat mondhatom így, úgy érezheti, hogy valószínű megfogtátok a tettest. Megfogtátok így a tündék meg az embereknek a gyilkosát. Már egy jó ideje itt anyázhatott ez a dög. Igazság szerint már évek óta felbukkant, hol néhány kalandozót evett meg, hol néhány parasztot, hol néhány orkot, de hát az orkoké nem kár. Egyedül tényleg csak Rolikát viselik el az egész faluban. De többségével még a vadakat
dézsmálta ez a lény. Esetleg a néhány elkapott áldozatából valószínű, tehát a csontvász harcosok, a zombik, az valószínű mind ennek a magas szintű élő halott lénynek a szolgái lehettek. Még egyszer megköszönöm a munkátokat, majd utatokra enged. A kaland most véget ér, majd legközelebb még folytatjuk. Gyerekek! Hűtek, nyugodtan! Mesélnek! Így van, így van. Na akkor ennyi, sziasztok!